Sziasztok! A mai videómban szeretnék egy kicsit arról beszélni, amit Facebookon látok, miszerint az emberek felvásárolták a húsokat, emellett pedig a még készleten lévő húsok ára irreálisan magas lett. Rengeteg posztot látok arról, hogy az emberek pánikolnak, hogy most akkor mit adjanak a gyereknek, meg szígyek azokat, akik a gyerekeik elől felvásárolták ezeket a húsokat, vagy esetleg előlük, és teljes pánikban olyanokat is olvastam már, hogy hús nélkül legyengül a szervezetük, és ezekben az időkben mennyire fontos lenne, hogy jusson nekik is hús. Illetve ugye nagyon drága lett a húsok ára, és ezt is nagyon sokan kifogásolják. A mai videómban összességében így erre reagálnék. Nagyon jól tudom, hogy sokan nem fognak velem egyetérteni, de úgy gondolom, hogy a nagyon sok panaszkodó komment és poszt mellett szükség van arra is, hogy valaki egy kicsit a másik oldalra is rávilágítson. Amit nagyon fontos leszögezni már az elején, csak azért, mert nem eszel húst egy ideig, nem lesz semmi bajod. Sőt, akkor se lenne semmi bajod, ha egyáltalán nem ennél hús soha. Sőt, akkor se lenne semmi bajod, ha egyáltalán nem ennél semmilyen állateredetű élelmiszert soha. Ezekről csináltam már régebben videót, most nem mennék bele jobban, nyugodtan megnézhetitek a gyakran ismételt kérdéses 1 és 2 videómat, ezekben elég részletesen válaszolok erre, megnézhetitek a vérképes videómat, abban is beszélek erről, tehát összességében úgy gondolom, hogy ezt a kérdést már megválaszoltam, de lényeg a lényeg, a világvezető dietetikai szervezetei és tudományos kutatócsoportjai és tudományos szervezetei szerint az ember tökéletesen egészséges lehet, és teljes értékű életmódot és életet élhet, teljesen növényi étrenden is. Nem kell aggódni akkor, hogyha növényi étrenden élünk, pláne akkor, hogyha mindezt csak egy rövid ideig csináljuk. Mindenki kibír egy pár hetet, hónapot, kevesebb hússal, vagy állateredetű élelmiszerrel. Egyébként az én dédszüleim például hetente maximum egyszer ettek húst, dédnagymamám körülbelül még annyiszor sem, és mégis nagyon-nagyon hosszú és egészséges élete volt. Sokkal egészségesebb, mint annak a generációnak az életmódja, akik már úgy nőttek fel, hogy minden nap vagy heti többször húst fogyasztottak. Ez az utolsó pár évtizedben lett elterjedt, korábban ez luxusnak számított, és egyébként a mai napig nem mérjük fel annak a súlyát, hogy a hús még mindig luxus cikk, annak ellenére, hogy kormányzatilag, politikai és egyéb okokból mesterségesen le volt nyomva az ára nagyon sokáig, és hatalmas méretű állami támogatásokat kapott ez a szektor mindemellett. Úgyhogy, ha valaki pánikol azon, hogy most mit fog enni hús nélkül, én tényleg javaslom, hogy nyissa fel nagymamája, dédnagymamája, üknagymamája a szakácskönyveit, receptkönyveit, ugyanis rengeteg-rengeteg húsmentes fogást fog benne találni, és rengeteg eredetileg is vegán, teljesen növényi ételt, ugyanis ebben az időszakban ezek voltak döntő többségben, amiket fogyasztottak. De mindez segítve egyébként a videó aljába, az infoboxba belinkelek egy cikket, aminek az eleje ugyan kicsit másról szól, de utána listázok benne véletlenül vegán vagy rettentő könnyen vegánosítható ételeket, úgyhogy ha nem tudjátok, hogy mit főzzetek, de nem szeretnétek nagyon elszakadni a megszokott ízektől, akkor a krumplis tésztától kezdve rengeteg más alternatívát találhattok odalent ebben a listában, hogy ti is átvészeljétek ezt a húsmentes időszakot, amit szerintem nem kell átvészelni, de ki hogy éli meg. Emellett pedig nagyon fontosnak tartom, hogy egy kicsit beszéljünk arról is, hogy a hús eddigi ára volt alacsony, nem a mostani ára magas. Őszinte leszek, én 15 éves korom óta nem eszem húst, életemben egyszer még sok-sok évvel ezelőtt kellett csak húst vennem az akkor beteg cicánknak, nem tudom, hogy mennyibe kerül a hús, abban viszont biztos vagyok, hogy a most látott képek alapján és most látott árak alapján is még vészesen olcsó, összehasonlítva azzal, hogy milyen környezeti, egészségügyi és állatjóléti károkat okoz ennek az élelmiszernek a fogyasztása. Az első, legfontosabb információ,
hogy a Magyarországon előállított és itt megvásárolt magyar állatéredetű élelmiszerek is nagyban hozzájárulnak az esőedők irtásához. Ugyanis a tejhús és tojásipar felelős körülbelül a világ esőedőinek az irtásáért olyan 80%-ban, az Amazonas irtásáért pedig olyan 90-93%-ban felelősek ezek az élelmiszerek. Ami, ahogy említettem, hazánkhoz is köthető, hiszen Magyarországra évente kb. 550 és 600 ezer tonna szója érkezik ezekről a területekről, ahol az esőerdőt kiirtották azért, hogy takarmány növényt termesszenek. És mindezeken túl rendkívül erőforrás igényes az állatéredetű élelmiszerek előállítása. Csak egy példa, 100 g csirkemell előállításához 109 g szója szükséges, amit ugye erről a területről importálnak, és ezért írtják ugye az esőerdőket. Mindemellett azt is számításba vehetjük, hogy a világ vízfogyasztásának kb. A 20-33%-áért ez állattartás felelős, és 18-szor nagyobb földterület szükséges a vegyes étrend fenntartásához, mint egy növényi vegán táplálkozás megvalósításához. Ugyanis jelenleg, képzeljétek el, a világ földterületeinek a 45%-át, tehát majdnem a felét az állattartás használja fel. Ezeken a területeken termőföldek vannak, ahol takarmányt termelnek, illetve ugye állatokat tartanak. És akkor arról még szót sem ejtettem, hogy az állattartásból több és károsabb üvegházhatású gáz származik, mint a teljes közlekedési szektorból együttvéve. Ha mindezeket együtt megnézzük, láthatjuk, hogy a hús jelenlegi ára is még rendkívül alacsony ahhoz képest, hogy milyen környezeti károkkal jár. Emellett pedig akkor beszélhetünk arról is, hogy évente több 10 milliárd állatot tenyésztünk azzal a céllal, hogy meggyilkoljuk őket, miközben méltatlan és borzalmas életkörülmények között élnek. És ezek az állatok semmivel sem különbek a cicáknál vagy a kutyáknál. Egy disznó például ugyanolyan okos, ugyanúgy tud kötődni, és tiszta állat egyébként, hogyha nem zárják be egy akkora területre, hogy a saját üdülőkében kelljen feküdnie kb. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy milyen különbségek vannak ezek az állatok és az általunk védett állatok között, megállapíthatjuk, hogy valójában tényszerűen semmi, az egyetlen különbség a mi nézőpontunk, de az, hogy mi milyennek látjuk őket, nem teszi őket kevésbé érző lényé. És minden egyes cselekedet, aminek áldozata van, jelen esetben ugye az állatok, soha nem az elkövető vagy a haszonélvező szempontjából számítanak olyannak, amilyennek, hanem mindig kizárólag az áldozat szempontjából. Így az áldozat szempontjából megállapíthatjuk, ha ugyanolyan egészségesek lettünk, amúgy ez még környezetszennyezés, és az áldozatnak ez borzasztó és fájdalmat okoz, akkor ez a cselekedet nem helyes, és abba kéne hagyni a végzését. És hogyha már a hátrányokról beszélünk, ejtsünk szót egy kicsit az egészségügyi oldaláról is. Ugyan a videó elején beszéltem arról, hogy egészségesek lettünk, és egy félmondat elejéig megemlítettem, hogy egészségesebbek is, de akkor beszéljünk arról, hogy az állatéredetű élelmiszerek fogyasztása hogyan terheli meg az egészségügyünket. Rengeteg tudományos kutatás igazolta már, hogy az állatéredetű élelmiszerek fogyasztása hozzájárul a cukorbetegség, az elhízás, a szív- és érrendszeri betegségek, a csontritkulás és bizonyos daganatos megbetegedések kialakulásához. Ezekről linkelek nagyon sok kutatást az infoboxba, ezeket ott megtaláljátok. És nagyon fontos figyelembe venni, hogy hazánkban a vezető halál okok mind összeköthetőek az állati eredetű élelmiszerek fogyasztásával, amik természetesen az egészségügyünket is leterhelik, és hát ugye az egészségünknek sem tesznek jót. Úgyhogy összefoglalva ezt az egészet, ne pánikoljunk azon, hogyha nem kaptunk a boltban húst vagy más állati eredetű élelmiszert. Lent az infoboxban rengeteg receptet találtok, még linkelek más recept oldalakit is, ahonnan nyugodtan választhatok egyszerűbb vegán recepteket. Nagyon fontos figyelembe venni, hogy a mostani sokak szerint irreálisan magas ár, még mindig irreálisan alacsony, figyelembe véve az állatéredetű élelmiszerek előállításának környezeti, állatjogi és egészségügyi hátrányos hatásait, és én őszintén remélem, hogy egy idő után már ez is irreálisan olcsónak fog számítani, és végre annyiba fog kerülni a hús, mint amennyit is ér, és őszintén remélem, hogy eljön az idő, amikor már
vagy nem lehet kapni, vagy tényleg már luxuscikknek számít, ahogy számítania kéne, és tényleg kb. Aranyárban adják. Tisztában vagyok vele, hogy ez a vélemény nagyon sokaknak nem szimpatikus, azonban én ennek ellenére is így gondolom. Ha nem értetek egyet vele, nyugodtan írjátok meg kommentbe, nagyon szívesen reagálok, válaszolok rá, további tudományos kutatásokat linkelek az infoboxban lévő kutatásokon túl, és őszintén remélem, hogy lesz olyan, akit elgondolkoztat ez a videó, és azt is remélem, hogy lesz olyan, akinek segítségére lesznek az alul belinkelt receptek ebben az időszakban, amikor esetleg nem kapott húst, pedig különben fogyasztani szokta. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, további szép napot, sziasztok!